ez a felső, alsó és a felső része, az arra van kialakítva, hogy a télen a rovarok, ha elbújnak, akkor a hideg elől, akkor ők ebben tudnak lehibernálódni. A középső része az arra van kialakítva, hogy esetleg egy-két barát, egy-két mély család betöltözzön, és a szélsőbe lyukak vannak fúrva, hát ez ilyen 8-10 mm-es lyukak, és 8-10 cm hosszúak, és ezekbe a rovar behordja a táplálékokat, például pollent, más rovarokat, belerakja a petét, és befalazza. Itt látható is, hogy a széncinke rájött erre, és megpróbálta előtt keresni a lárvákat, de itt a egy-két övig be van falazva, és ezek reméljük, hogy tavasszal ki fognak repülni. Máté nagyszülei segítségével készítette ezt az úgynevezett rovarhotelt. Ebben rengeteg apró élőlény találhat menedéket. Nem csak a hideg ellen nyújt védelmet számukra, hanem kialakításának köszönhetően petéiket is lerakhatják benne. Ez azért fontos, mert a rovarok élettere az elmúlt években drasztikusan csökkent. A menedéket tél végén már érdemes kihelyezni a szabadba. Az évben bármikor ki lehet helyezni, de ha azt szeretnénk, hogy már ebben az évben is kiöltsön benne, vagy rakjon bele petét valamilyen rovar, akkor érdemes ezt már februárban megtenni, mert azok a poszméhek, amiken van minimális serte és szőrzet, azok már február végén, március elején már előbújnak a téli rejtek helyükről. A poszméhek különösen hasznosak, a termények és virágok beporzásának elengedhetetlen szereplői. De a katicabogarak, hangyák, akár pókok is szívesen veszik a védelmet nyújtó hajlékot. Máté alaposan tanulmányozta a rovarhotel, más néven darázsgarázs készítését, kertjükben többféle módon is segíti a rovarok túlélését. Ez egy másik elven működő rovarhotel. Vettünk hozzá kéncsöveket, meg parafadugót, és kialakítottunk egy olyan másolatát az előzőnek, amit meg is lehet figyelni a benne lévő dolgokat, ugye amit belehord pollent, más rovarokat, a tápláléknak, a lávának, meg a petét. És ugye ez most nincs befalazva, mert ebbe pók rakott hálót, de ilyen kis lyukat fogunk az elejére, és ezen tud bemenni. A rovarhotelek kihelyezésénél figyelni kell arra, hogy védett helyre tegyük azokat. Fontos, hogy száraz és széltől mentes maradjon az építmény, ezért fal, sövény mellett vagy ablakpárkányokon is felszerelhető. A hotelek forgalmát garantálja az is, ha napos helyre kerülnek.